Kollár György nevem, alkotmányjogász vagyok. Azzal kezdődik a mai előadás itt Nyíregyházán, hogy ha jól számoltam, a 22. látogatás itt Nyíregyházán, korábban futballkapusként ide veszíteni jöttünk, aztán később minisztertanácsi dolgozóként felügyeleti vizsgálatot tartottunk, előadást tartottunk, nagyon sok barátom, kollégám van itt, és kiváló alkalom most a Táncsics Alapítvány szervezésében egy találkozóra előadást tartok, és fórum lesz utána. Az előadás alkotmányjogról szól, ha jól számoltam, majdnem a 198 vagy 99. előadásom ebben a témában, de Nyíregyházán és ebben megyében egy-két évvel nem voltam. Téma. Mitől rossz? Mitől beteg a magyar jogrendszer? Mennyire beteg? És mit kéne tenni a gyógyulásáért? Miért alaptörvény, miért nem alkotmány? Tényleg Gránit szilárdságúja, vagy olyan, mint az emmentáli sajt? Például ma délután volt hír, hogy megint módosítják. Hogy van ez? Milyennek kéne lenni? Azután milyen a hírünk a világban jogász szemmel? Mondok mindjárt egy poént, sok lesz az előadásban. Brüsszeli barátokkal beszélgettük, és sokszor ők is bolondoznak már velünk. Azt mondják, hogy Maják naptára 2012. december 21. világ vége. És akkor jött az a dolog, hogy semmi probléma, költözzenek Magyarországra. A magyarok most mennek vissza 80 évet az időben. Hát ilyenekről lesz ma szó. A fórumban meg szerintem választási dolgokról. Elvem, hogy politikára nem beszélek, független vagyok, de nem semleges, de én közjogászként szólok, bárki bármit kérdez, arra igyekszem jogi választ adni. Sok humorral, mert hát ugye nem az élünk össze, hogy közösen zokogjunk, hanem inkább nevetni képébe a gondoknak. Mondok még két olyan dolgot, amit az előadásra elhangzik. Magyarország közalapotaira jellemző, hogy kiszól a dadusa gyerekek. Viktorka, ne húzzam majd csak a farkát, mert a válasz, én csak fogom, ő húzza. Ilyen ez az ország most. És ilyen dolgokról szeretnék szólni, sok képi szemléltetéssel, mert azt látom, hogy az országban sok jogász, meg alkotmányjogász van, de az emberek mégis arra kíváncsi, amely őket érinti. Elmondom például az előadásban, hogyha úgy hoznak egy törvényt, hogy az visszafelé büntet, akkor az a fikció is megdőlt, hogy miért nem ismerte meg a szabályt. Ugye mondják, hogy a törvény nem tudása nem mentesített. Hogy ismerhette volna meg, amikor 2012-ben nyúlnak vissza 2010-ig? Ilyet nem lehet csinálni. Nincs az a válsághelyzet, amiben ilyet kéne csinálni. És persze kicsit bírálni fogom az úgynevezett unortodox felfogást is. Nem csak a gazdaságban van. Mondok erre egy példát. Az unortodox ember úgy gondolkodik, hogy ha egy nőnek egy gyerek kiadása 9 hónap, akkor 9 hónap csak egy-egy hónap. És csak akarni kell? Na, ilyeneket nem kéne tenni. Szerintem tehát az ország jogi szempontból is súlyos válságban van. A jog elveszítette értékét, sokszor politika ágyasa lett. Azt kell megmondani, hogy miért van, és mi lesz majd, hogyha ezt egyenesbe lehet hozni.